A Zeneosszal és a Szakál Metállal ismét készültünk nektek egy kis jariszos promócióval. Egy ilyen frankó nagyméretű egérpadot kaphattok minden 5000 forint feletti vásárlásnál, amit a Szakál Metál webshopjában végeztek. Amit tudni kell, ha még nem regisztráltatok, akkor regisztráljatok. Ehhez használjátok az Oliver Amon kuponkódot, mert ezzel már kedvezményt kaptok a vásárlásotokból, és amikor megtörtént a vásárlás, akkor ismét be kell ütni az Oliver Amon kuponkódot, és kiválasztjátok, hogy kéritek az egérpadot. Húzatok bele, nincs belőle sok, baromi jól néz ki, jó rajta dolgozni, szerezzétek meg. Ismét Magyar Tomi műhelyében vagyunk, és ismét egy Merci van az emelőn, viszont most sötét van. És annak, hogy sötét van, annak oka van. Mégpedig azért, mert egy nagyon-nagyon érdekes technológiát próbálunk most ki Magyar Tomi versenyautóján, ami eddig is egy elég kompetitív autó volt, de most még sokkal jobb lesz. És hát én már láttam, hogy miről van szó, és tök őszinte leszek, nem vártam ennyit. De azt gondolom, hogy ami itt történik, az most már nagyon erősen túlmutat az autóépítésen. Tényleg, nézzétek meg, durva. Tomi, éppen megfújják az autódat. Mi történik? Hát nem szó szerint, de fújják valamivel. Az történik, hogy belekerültünk egy első futóműfejlesztésbe, azért, mert még nagy terveink vannak az autóval, tehát szeretnénk vele sok helyen indulni, és tavaly folyamatos problémám volt a futóművel. Hát a legnagyobb probléma az volt, hogy teljes szögön megakadt. És a teljes szög az azt jelenti, hogy kitekert kormány. Így van, és inkább ki van tekerve. Így van, és inkább akkor akadt, amikor lassítás volt. Tehát mondjuk nekem nagy szögön egy kanyarba be kellett lassítani, ráterhelt mondjuk egy jobbos kanyarba bal első kerékre, ugye, mert úgy állt keresztbe az autó, és nem tudtam visszahúzni a kormányt. Tehát ezt kívülről nem látják se a nézők, senki, de magát a kormányt én erőszakkal próbáltam visszahúzni, és nem jött vissza erről a szögről. Két esetben jött vissza. Vagy hogyha gázadtam, vagy hogyha kiegyenesedtem, és megálltam, és vissza kellett szedni. Szóval ez vezetéstechnikailag nagyon megnehezítette a dolgomat. Kicsit vezess be kérlek az autóba, mert azt tudom, hogy ez itt, bár úgy néz ki, mint egy 190-es Merci, a hátsó és az első futóműve ez az egyébként. Az mérsékelten német, sőt, semennyire nem az. Így van, így van. Mondhatni inkább japán. Az első futómű jelenleg úgy néz ki, hogy hát ahogy itt látjuk is, ugye most ki van véve, ez egy egyedi lengőkar. Ez egy Nissannak a csonkálványa, talán 200-es X, ha jól emlékszem. Ez valami tök random autónak a kormány összekötője egyébként, talán van pont valami Volkswagené, ezt csak a hossz miatt le kellett mérnünk. Belül, hogyha benézem, most be van fújva ugye a szkenneléshez fehérre, de ez egy 200-es X kormánymű, tehát Nissan 200-es X kormánymű van benne. A maga a gólyalábak, ami itt van, ez Toyota Sericáé. Ez az első futómű. Igen, ez eddig három autó. Így van. Vagy négy. Így van, hátul egyszerűbb a helyzet, mert egy Solar híd van alatta. Amit esetleg úgy is ismerhetünk, mint Toyota Supra. Így van, mert ugyanaz. És ami nagyon vicces az egészben, hogy csavarra stimmel a két első felfogatási pontja a 190-es Mercivel. A Merci volt előbb, úgyhogy biztos, hogy japánok nyúltak, de... Ezt már nem fogjuk megtudni. Sosem fogjuk megtudni. Ugye ez itt most egy sikeres driftautó, tehát ezzel jellemzően azért nyerni szoktál. Mióta elfenn ez a probléma? Ez az új gátlók miatt, vagy pedig már korábban is létezett? Maga a konstrukció rossz. Most itt egy ideje beszélünk, hogy bekamerázza a kerékívbe. Tehát az autó nem driftre lett tervezve. Ez a fő probléma. Ugye mi most driftelni szeretnénk egy autóval. Azt kéne felvenned, hogy a torony a kerékjárati ív közepéhez képest. Tehát, hogyha innen videózol így, akkor látjuk, hogy a torony tök hátul van. Igen. És az adja meg az alapvető problémánkat. Ugye most itt van velünk a Lajos, aki ezt mélyebben vizsgálja, azért fogja ő ezt 3D-szkennelni. Ő el fogja szerintem mondani részletesen, rosszak a fokok, elmondta, mi az ideális fok, minek hogy kell állnia, melyik tengelynek, a csonkálványnak hogy kell állnia, melyik dőlésszög, milyen fokot kell bezárjon. Mi most nagyon messze vagyunk, egyébként az egyik fok, ami rossz, az talán ez a hátsó dőlésszöge, ugye pont a torony helyzete miatt a gólyalábnak, ez azt hiszem 7 fok, és az ideális az lenne, hogy 3 és 4 fokra lehozzuk. Na most gyárilag is azt hiszem 7 és 10 fok között áll, azt beszéltük itt az előbb. Most 7 foknál járunk, ezt finomítani fogjuk tudni. Tehát ebbe az autóba teljesen tökéletes futómű nem lesz. Tehát nem lesz benne egy olyan vice fab, amit, mert Weissfeld is ugye az egy híres drift futómű,
vagyis driftkörökben úgy mondom inkább, hogy egy híresebb futómű. Sokat fejlesztették, sok mérnöki munka, most itt mi megpróbáljuk ezt, a kasznyhoz ezt maximalizálni, hogy egy hasonlónk legyen, legalább egy hasonló. És ha jól tudom, itt a szabálykönyv az téged komolyan megköt. Nagyon most olvasgattuk a szabálykönyvet, gyakorlatilag a gátlónak a közép csavarja, tehát ez a rögzítési pont, ez nem jöhet ki innen a toronyból. Na most ez azért baj, mert... A tornyot sem viheted arrébb. Igen, mert ahogy gondolkodtunk egy spacer-en, amivel a toronyból kimozdulunk, és itt van ez a pont, de ezt mi ide hozzuk előre, és akkor már is a kerékjáratnak a közepénél tartanánk. Igen. De ezt megköti a szabályzat. És mi a helyzet az alsó bekötési pontokkal? Szintén nem módosíthatjuk. Kérlek, mondd el, hogy mi ez a műszer. Azt látom, hogy ez egy Legion, tehát egy relatíve komoly gamer laptop. Pár évig vágtam ilyenen, ez egy meglehetősen erős cucc. A képalkotáshoz van köze az RTX-nek? Az RTX-nek közvetlenül nincsen, bár használja a CUDA magokat a rendszer, de maga a raytracinghez nincsen köze. Azért gamer laptop, mert ezek az eszközök érhetőek el a lehető legjobb árkategóriában, ahhoz a teljesítményhez, ami szükségeltetik adatgyűjtéshez, 3D-szkenner üzemeltetéséhez. Össze tudod foglalni a szenzort halandó embereknek is érthető módon? Persze. Ez egy ez lidar? A szkenner a kezemben, ez nem egy lidar, hanem ez egy úgynevezett struktúrált fényes 3D-szkenner. Kifújtad egy ilyen fehér graffitire emlékeztető flakonnal az autókerékjárat ívét, azt a területet, amit vizsgálni fogsz. Mi ez és miért volt erre szükség? A célja a sprayvel való befújásnak az, hogy egy viszonylag homológ, egyszínű felületet egyszínű felületet próbálunk elérni, aminél minél kevesebb kontrasztkülönbség van a különböző részeinek a felületnek. Valamint az egyik 3D-szkenner sem tud felvenni jó minőségben legalábbis tükröződő fényes felületeket, valamint fekete felületeket. Tehát a mattítás a lényeg? Egyszer, mattítás, másrészt, hogy vigyük minél fentebb a világosságát a felületnek, hogy egy jó kontrasztot tudjon elérni a szkenner a saját fehér fényel megvilágított felületei és a nem megvilágított felületei között. Azért ez a fajta munka már erősen túlmutat a háztáji barkácsoláson, sőt, a garázs szintű autóépítésen is. Milyen cégek veszik ezt igénybe? Milyen emberek veszik ezt igénybe? Elsősorban az én munkámat versenycsapatok, vagy partner cégek, akik szintén hasonló alkatrészfejlesztéssel, karosszéria átalakításokkal foglalkozik. Meddig tart, amíg így ekkora felületet teljesen feldolgozol az utolsó milliméterig? Körülbelül egy óra a gyűjtés, majd utána körülbelül 2 óra a feldolgozása, orientálása az adatnak, valamint a hibajavítás. A teljes autó karosszériája általában 12 órát vesz igénybe, majd utána 6-8 óra az utólagos feldolgozás, hibajavítás. El tudod mondani azt, hogy nagyságrendileg milyen értéket képvisel egy ilyen szerszám, ami képes erre? Hát ez a műszer, ez az infrastruktúra a számítógéppel együtt? Ez, ami a kezemben van, én úgy gondolom, hogy talán nem éppen a belépő szintje ahhoz, hogy ilyen minőségű munkát tudjon az ember végezni. Ez mindenképpen a szükséges szint már. És ez jelen pillanatban, ez az egész felszerelés körülbelül olyan 4 millió forint, 4,5 millió forintot képvisel. Megmondom őszintén, picit többre számítottam, de elképesztő, amit tud. A tudása miatt gondoltam azt, hogy több. Vannak bizonyos márkák, gyártók és egy-egy eszköz, ami mondhatjuk, hogy Jolly Joker. Ez egy olyan. Ez a technológia, ez mióta elérhető ilyen táskában hordható szinten? Tehát mióta van az, hogy nem kell hozzá egy szobányi gép, meg 4-5-6 mérnök? Az első kézi szabad kézzel, szabadon mozgatható 3D-szkenner, ami alkalmas volt már ilyen jellegű feladatokra, az 2012-ben jelent meg. És te mióta foglalkozol ezzel? 2014 óta szkennelek. Szép. Azt mondd el kérlek, hogy itt van ez az amúgy tényleg rendkívül komplex elem, nem gondoltam volna, hogy még a karosszéria rücsik, a hegesztések,
a tömítőanyagok, sőt a bekalapált lemezdarab, hogy elférjen a kerék, tehát hogy még az is ennyire, látszanak a kalapácsütések szinte minden. Igen. Hogy ebből hogy lesz egy mozgatható, tekergethető, tesztelhető CAD file? Hát ilyenkor ezt te átrajzolod, vagy már van olyan program is, ami ezt képes átdolgozni oda? Lépésenként úgy zajlik, hogy a begyűjtött adat jelenleg egy pont felhő. Majd egy külső szoftverben ebből a rengeteg koordinát adatból, a pont felhők a koordinát adatokat tárolnak, és ebből a rengeteg koordinát a pontból készül egy felület. Majd utána azt irányba állítom, beorientálom, ugye koordinát a rendszer mentén. Tehát, hogy az elölnézetünk az elölnézet legyen, az oldalnézet legyen. Ezután következő lépésként át tud kerülni egy CAD szoftverbe, ahol az adott CAD szoftvertől függően vagy rá vagyunk kényszerítve arra, hogy egy koordinátapontokként használjuk, vagy egy olyan felületként, ami nem parametrizált felület, vagy egy szoftverek képesek már arra, hogy amennyiben a scan egy zárt, tömbszerű dolog, akkor már képesek vele olyan parancsokat, olyan funkciókat, olyan műveleteket elvégezni, mintha egy tömörtest lenne, ami elevekedben készült. És ami itt készül, ez a felület. Miután irányba állítottad, elhelyezted egy koordinátarendszerben, akár azt is megteheted, hogy beépítesz egy lengőkart, megmozgatod, megnézed a futómű geometriát, berugózást, kirugózást, szögeket, hátradőlést, mindent? Pontosan ez fog zajlani ebben az esetben. Most a begyűjtött adat, miután a CAD-be kerül, fel fogok venni rajta pozíciókat, lengőkarbekötési pontokat, toronycsapálynak a pozícióját, kormányműnek a pozícióját, tengelyét, mozgását, mennyi a löket hossza. Ezek az alapadataink, amik adottak. Majd ezután kialakítok hozzá egy olyan geometriát, ami hozni fogja azokat a futómű értékeket, amire szükség van driftnél. Ez esetben ugye, amint az előbb beszéltünk róla, hogy nem megfelelő értéken van az utánfutás, nem megfelelő értéken van a csapszegdőlés, ezek alapvető limitációk jelenleg, amit nagyon nehéz kikerülni, módosítani, vagy jó irányba elterelni, mert az a karosszériánk adott, és abból az fogad, hogy Az autó az egyenesen szeret menni gyorsan? Leginkább egyenesen szeretne menni gyorsan, igen. Ez ugye autópálya használatra lett tervezve, valamint emiatt ugye pályaautó felhasználásra is inkább alkalmas, mint driftre.